Milyen ütemben halad az óvodaberuházás, az óvodaépítés Budaörön? Milyen nyitvatartás mellett látogathatják a helyiek és a környékbeliek, egyáltalán az érdeklődők a Magtárat? És milyen díjat kapott a nemrég felújított Magtár? Ezekre a kérdésekre a polgármester válaszol. Kezdjük az óvodával, ez érinti talán a legtöbb helyi lakost, gyerekeket, szülőket. Milyen ütemben halad? 662 milliójával a budaörsi óvoda, az legalábbis amennyik 86-tól ismerem Budaörsit, mióta itt valamilyen kapcsolatba kezdtem, mint annak idején, mint zártkerti tulajdonos. Tehát ekkora volumenű beruházás biztos, hogy nem volt, de ahogy én a régiekkel beszéltem, azelőtt sem. Hát jelenleg a egynegyed részére kifizettük a készenlétre, mert négy számla lesz, tehát 25%-onként fizettünk, tehát egynegyed részére már kifizettük a költségeket. Még ugye 75% hátra van. Úgy gondolom, hogy igaz, hogy most egy-két nap esik az eső, eddig az időjárás kegyeiben fogadta az építőket, mert elég hosszú, száraz tavasz volt, tehát az építkezéseket egyáltalán nem fogták vissza, tehát az, hogy most végre van egy kis eső, ez nem indokol egyáltalán, hogy hát elmaradjanak, mivel lehetett volna eső korábban is, akkor meg egyáltalán nem volt eső. Tehát én úgy gondolom, ez egy építkezésen mindig számolni, hogy vannak ilyen kivételes dolgok. Amikor lehetséges, akkor dolgozni kell ütemesen, amikor meg ilyen helyzet van, akkor nyilván egy picit lassabban vagy megállnak a munkánkkal. Pláne amíg nincs tető, meg fölötte, amikor még belső munkálatokat se lehet végezni. Tehát én úgy hiszem, hogy az óvoda a jelenlegi helyzetben úgy arányosan készül. Hát igen, vannak az építőipari csúszások. Itt is vannak vitáink, de azért minden héten van bejárás, minden héten a sarkán vagyunk a kivitelezőknek. Elszámoltatjuk őket úgy, hogy mi azon leszünk, hogy a mi nyomásunkra is, meg a saját érdekükbe is, mert az a legjobb, ha valami hatályra elkészül, a legolcsóbb a kivitelező szempontjából is az a munka, ami határidőre elkészül, mert a kapacitás felszólal, tud egy másik munkára menni. Tehát mi azon leszünk, hogy december 11-ére a határidőre az óvoda elkészüljön. Figyeljük majd az eseményeket mi is, és tudósítjuk a nézőinket. Hát a másik nagy projekt, az mondjuk több év alatt valósult meg, ez a Magtár, amit néhány héttel ezelőtt adtak át ünnepélyesen, és egyes budaörsi lakosok azt hiszik, hogy most már átadták, bemehetnek, ott lehet bulit rendezni, szétnézni. Milyen információval szolgál polgármester úr számukra? A Magtár ugye három ütemben lett átadva. Tehát az első ütem ugye a földszint, azt már lehet használni közel két éve. A második ütemet egy ilyen másfél éve vagy egy éve a szállást, és most a harmadik ütemben lett a Magtár környezete, ugye a tóval, és a Kárpát-medencei nemzetiségek zarándok és kegyhelyének állandó kiállítása, ez most egy 2-3 hete átadva. Azt azért tudni kell, hogyha műszakilag át van adva valami, az nem jelenti, hogy holnap lehet menni. Mert itt már sokan keresnek minket, hogy mikor lehet meglátogatni, mikor lehet a Magtárnak a kiállítás részét megtekinteni. E-havi testületi ülésre előkészítjük azokat a dokumentumokat, ahol a nyitvatartás feltételeit jóvá hagyjuk. Tehát, hogy mikor lesz nyitva, milyen kedvezmények lesznek, nyugdíjas, diák kedvezmény, meg egyebek. Tehát ez nem úgy volt, csak kinyitjuk, és akkor be lehet menni. Lesz állandó nyitvatartás. Nem azt jelenti, hogy állandóan ott ülnek, hanem nagyon sok helyen van. Például van, ahol ilyen kulcsos nyitvatartás van, de hát ez nem jelenti, hogy most odaadja valaki a kulcsot, hogy szabadon bemennek. Nálunk az ilyen nem lesz, hanem van olyan munkatárs, aki rendelkezésre áll a nyitvatartás időben, mobiltelefonon, és akkor a csoportokat fogadja. Tehát pláne előre bejelenti csoportokra, nem ott várja a csoportokat. Tehát ez így le lesz szabályozva. Hát minden esetre azt tervezzük, hogy a budaörsieknek így szép fokozatosan ilyen, hogy mondjam, például nyugdíjasoknak, akkor tanároknak, vagy a óvodai pedagógusoknak, vagy civil szervezeteknek, akik budaörsi, mikor civil szervezeteknek egy-egy előre egyeztetett időpontban
biztosítjuk azt, hogy megnézhetik a magtárt térítésmentesen. Egy alkalommal nyilván, de most nem azt értem, hogy valakihez jönnek rokonok, és a rokonok rokonai is ugye akkor családostól fölmennek, és akkor már Budaörön lakik egy házaspár, akkor hozhat magával 30-40 embert, és azok ingyen bemennek. Tehát azért nem így gondolom ezeket a dolgokat, hanem az, hogy akik itt laknak, meg ilyen civil szervezetek, nyugdíjasok, vagy akár ez a kézműves szakkör szépen megnézik, és azon kívül azt, hogy legalább két alkalommal az idén, a falunapon és a szüret és borünnepen, meg ezt felügyelni kell, hogyha bemennek az emberek, tehát ott kéne ülni valakinek. Tehát akkor két órára vagy három órán kinyitjuk úgy, hogy akik azon a rendezvény ott vannak, akkor fel tudnak menni és meg tudják nézni. De ilyen térítésmentes nyitvatartás azért sűrűn nem lesz, mert ugye a magtárnak is van rezsie, dolgoznak is, azoknak van fizetése, akkor ugye az infrastruktúra működésének is vannak költségei, tehát nyilván, hogy az nem várható el, hogy itt bárki, aki ide jön, az ingyen látogathassa a magtárt. Minden esetén úgy gondolom, maximum június közepétől már a magtár látogatható lesz. Aki már bejelentkezik csoportok, és addigra csinálunk egy önálló honlapot, tehát nem csak a budaörsi honlapon lesz rajta, hanem egy önálló honlapot, magtár honlapot, ami ha valaki rá keres, akkor azonnal megtalálja, és nem kell keresgélni a budaörsi honlapon ennek a magtárra kapcsolatos nyitvatartás és egyéb dolgait a magtárnak. Milyen a kihasználtsága az alsó szinteknek? Tehát rendezvényekre, annak idején író-olvasó találkozó, meg keresztelő, tehát magárendezvény is, meg közösségi rendezvény is volt már ott, és az zarándokok használják ki a szállást. Eddig is ilyen rapszódikus a dolog, de ilyen esküvőkre, születésnapokra már, hát most biztos, hogy közel 15-20 alkalommal igénybe lett véve ez a magtár. És gondolom, jön a szezon. Augusztus, szeptember, október, ezek van, ha bár most még februárban is volt lagzinep, már azért köztudatban van itt a környéken, de ezt nyilván szeretnénk ezt egy kicsit szélesíteni ezeket a dolgokat. És amint a múzeum, vagy nem is múzeum, áldó kiállítás rész le lesz szabályozva, onnantól egy markánsabb reklámot fogunk indítani, hogy a köztudatba kerüljön a magtárnak a látogatása és akár a szállás igénybevétele is. Nem is gratuláltam még polgármester úrnak a Magtár ICOMOS díjához. Mit kell tudni erről a díjról, és mivel érdemelte ki ez a gyönyörű épület? Elég sok díjat kaptunk. Ugye 18-ban az év honlokzata díjat kaptuk meg, ugye, és akkor utána itt az ICOMOS díj. Ez az ICOMOS a Magyarországnak a műemléknek a nemzetközi szövetségének a tagja, és gyakorlatilag a magyar tagozat hozott olyan döntést, hogy a magtár kapja az ICOMOS díjat az idén. Ezt Ozorán vettük át egy 10 napja. Én úgy gondolom, hogy ez a díj is beleillik az eddigi budaörsi építészeti elismerések sorába, és erre nagyon büszkék vagyunk, majd egy bronztáblát mi ki kell rakni ugye az ajtóra vagy belőre, mert az a bronz az elég veszélyes, épp gondoltuk, hogy inkább a lift mellé, ott a lépcső fölne rakjuk föl, mert a kívülre rakjuk azért, nehogy lába keljen. Úgy gondolom, hogy erre is büszkék lehetünk. Hát nem tudom, hogy még milyen egyéb díjak vannak, amit itt osztogatni tudnak. De szívesen vesztek bármilyen elismerést, gondolom. Igen, tehát én azt hiszem, hogy most pályázni fogunk a falu megújítási programra. Azon kívül van most ugye a megye által a kultúrát települési díj. Még arra is beadjuk a pályázatot, mert egyszer már elnyertük 2009-ben, itt az iskola és környezetén, amikor a tornaterem megépült, hát most a magtár és környezetére próbáljuk ugyanezt a már ezelőtt 10 évvel megnyert díjat még egyszer megpályázni. Egyébként a magtár környezetét azt mennyire becsülik meg a helyi polgárok? Polgármester úr a legutóbbi beszélgetésünkkor panaszkodott, hogy hát köveket hajigálnak bele, meg apuka kacsázni tanítja a kisfiát. Azóta kikerültek táblák, hogy ez tilos, ennek van visszatartó ereje? Nagy részben van, de azért olyan nincs Magyarországon, hogy
függetlenül bármit tesz ki az ember, azért ne legyenek olyan szélsőséges hajlamú, különösen tinédzser fiatalok, de mondjuk a fiatalabb felnőttek se szólnak rá nagyon a gyerekeikre, pedig ők tudnak olvasni, hogy mégse szabad, mert úgy gondolják, hogy 3-4 éves gyereknek szabad, mert még kicsi. Tehát most úgy gondolom, hogy hát ilyenkor már nevelni kell a gyerekeket a szülőknek, és szépen megmagyarázni, hogy miért nem szabad. Elolvassák, tehát ez várható a fiatal felnőttektől. Ugyanúgy a tinédzserek, akik ugye különböző időpontokban megjelennek, és a szürkületbe is szívesen elücsörögnek a hajóba, tehát ezeket nehezebb kontrollálni. Hát egyszer most utóbbi időben például benyomják a középső ablakot a kisházan, és akkor ott már többször visszatesszük. Tehát azért vannak ilyen kreatív hajlamú fiatalok, akik élvezik, hogy most valamit éppen elmozdítanak a helyről, ami odavaló, ahol van, és ők valami miatt nekik ez útjukban van, tehát remélem, hogy hát ez majd csökken ez a dolog. Minden esetre egyre jobban foglalkozunk a kérdésre, hogy ezeket a részeket be fogjuk kamerázni. Mely utak és mikor újulnak meg Budajenőn? A Budajenőn most útfelújítás nem lesz. Minden esetre a kátyúkat, ahol komolyabb kátyúk vannak, meg fogjuk szüntetni. Azért egy 3 millió forintot tettünk ilyen útfelújításra. Ez nem egy olyan jelentős, de szerintem, mivel tavaly előtt megcsináltuk ezeket zömébe, ezeket a nagy kátyúzásokat, most ezek a források elég lesznek, meg van egy útszakasz ki a Rozmaring utcába, ami erdészek is használják, és ilyen félig földes, félig murvás út, azt szeretnénk kicsit megerősíteni, mert ott van egy komoly vállalkozás, aki ez a Kacsik Márta, aki ezt a biogazdálkodást folytat, és úgy gondoljuk, hogy még van egy kis vendégháza is, amit mi is szeretnénk igénybe venni, hogy hát annak a birtoknak a megközelítését egy kicsit segítenünk, egy kicsit javítani az utat, hogy legalább amíg nagyobb forrásaink nem lesznek, egy idegenesen kijavítani úgy, hogy ez a birtok vagy farm elérhető legyen. Tehát akkor figyeljük a kártyúzásokat, meg az óvoda épülését, és a magtár nyitvatartását várjuk. Köszönöm az információkat. Én is köszönöm.